Horváth Zoltán igazgató kitért arra is, hogy nem csak a termek festése, de a teljes energetikai hálózat és a függönyök cseréje is megtörtént. A rendkívüli helyzet miatt az iskola büfé bezárt, így ezt próbálják orvosolni, és egy makkói vállalkozóval kezd kialakulni a kapcsolat, amelynek köszönhetően a diákok rendelést tudnak leadni bizonyos élelmiszerekre. Az igazgató elmondta, hogy egy iskolaboltot szeretnének kialakítani az intézményen belül. Úgyhogy két helyiség lesz majd, itt a nagy előadó teremmel szemben egy nagyon-nagyon régi, 50 évvel ezelőtti büféből fog kialakulni majd az iskolabolt, és mellette egy használaton kívüli tanteremből az aulával összenyitva, egy légtérbe összenyitva egy olyan étkező rész, ahol a diákok, amit a diákok tudnak igénybe venni. A külső felújítással a napokban végeztek, a két kis kupolának a bádogozása befejeződött, és a mesterek az állványokat elbontották. A Szép utcai intézmény mellett a tankerben is számos változás történt, de további modernizáció is már tervben van. Termálrendszer elkészült, a termálfűtés, a napelemrendszer elkészült, a víztisztító rendszer elkészült, és ezt a háromat egy távfelügyeleti rendszerbe összekössük, azért, hogy meghibásodás esetén a karbantartókat tudjuk értesíteni interneten keresztül, illetve nem utolsó sorban, hogy a tanulók is mobiltelefonos applikációk segítségével követni tudják a tankerti munkálatokat. Az elmúlt 5 évben összesen 700 millió forintból újulhatott meg teljesen az iskola és annak tankertje, valamint számos eszközbeszerzésre is sort kerítettek, amelynek köszönhetően a diákok egy modernebb körülmények között tanulhatnak a mezőgazdaságról. Az igazgató az elvégzett munkáról és a jövőbeni tervekről ma esti a Hét Híre című hírháttérmagazinunkban beszél, 18 óra 15 perces kezdettel.